Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőtársaimat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 4. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Földessy Gyula és Göndör István jegyzőurak lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló országgyűlési javaslat általános vitájának folytatása. Az alkotmány előkészítő eseti bizottság önálló indítványát H/ 2057-es számon kapták készhez a képviselők. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon a hátralévő időkeretekben az egyes képviselői felszólásokra kerül sor. Felkérem Földessy Gyula jegyző urat, hogy ismertesse a mai napi időkereteket. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon rendelkezésre álló 11 órás időkeret megoszlása a következő. A Fidesz képviselőcsoportjának 224 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 133 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 118 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 106 perc, az LMP képviselőcsoportjának 75 perc, a független képviselőknek pedig 2x10 perc áll rendelkezésére. Köszönöm, jegyző úr! Tisztelt Országgyűlés! Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként felszólása következik dr. Túri Kovács Béla képviselő, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjából. Önne a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Hát a mai nappal elérkeztünk ennek az előterjesztésnek a vitája vége felé. Ez az utolsó nap, amikor még erről vitázunk, de úgy gondolom, hogy messze nem az utolsó nap, amikor még az új alkotmányról, az új alkotmány tervezetéről, annak lehetőségeiről kell vitázni. Annyit azért előjáróba hadd mondjak el, hogy az alkotmány előkészítő bizottságban az én meggyőződésem szerint élénk vita folyt számos ügyben. Az, ami ide került a tisztelt ház elé, az egyféle eszencia ugyan, de én például jó magam is, és ezt jegyzőkönyvben is elmondtam, számos olyan tétellel, amely ebben megjelent, csak kiegészítésekkel, módosításokkal tudok egyetérteni, és csak így módon tudnám azt elfogadni. Következésképpen ezzel azt kívánnám megerősíteni. Senkiben ne legyen az az érzés, hogy az eddigi viták, hogy az eddigi előkészítés az egyetlen pártnak az előkészítő anyaga lett volna. Ebben számos, különböző nézet jelenik már most meg, és meg vagyok róla győződve, hogy a következőkben még inkább meg kell ezeknek majd jelennie. Sok mindenről esett szó, de egy olyan dologról, egy olyan területről, amelyet én nagyon fontosnak tartok, szinte alig. Ennek az országnak 41%-a falvakban él. Olyan falvakban él, amely falvaknak a jövője erősen kétségessé vált. Az elmúlt időszakban sokszor esett a tanyákról. Ez jó dolog, de valamit világosan kell látni. A nosztalgiát és a lehetőségeket nem szabad összekavarni. A tanya ma, ott, ahol még él, megtartandó, szükséges, jó dolog. De senkiben ne legyen olyan érzés, hogy ez lehet a jövő vidéke, és hogy a jövőben a tanyák fejlesztése lehet majd az, amely valami módon is pótolná a falvakat. A falvak nem pótolhatók. A magyar falvakat vagy meg tudjuk tartani, és ennek megteremtjük az alkotmányos feltételeit is, vagy ez a Magyarország már nem lesz ugyanaz, mint ami az elmúlt 1000 esztendőben volt, és kétséges az is, hogy milyen jövendője van. Azt is világosan kell látni, hogy a magyar falvakban ma nem elsősorban gazdálkodók, gazdák élnek, a magyar falvakban elsősorban nagy tömegekben idős emberek élnek, és az idős embereknek talán a segítői, akik még hál' Istennek ott maradtak. Ezekben a falvakban ma nagyon sok helyen a reménytelenség ütötte fel a fejét, amelynek valamilyen kitörési pontot, valamilyen lehetőséget, és pedig nem a távoli jövőben, hanem a közeli jövőben biztosítani kell, ha a megmaradást akarjuk. Én remélem, hogy nem állok egyedül azzal a véleményemmel,
hogy csak egy közös nagy összefogás a változások során hozott új szabályozók lehetnek azok, amelyek a magyar falu jövőjét megteremthetik. És ebben a magyar alkotmánynak fontos szerepe lehet az elkövetkező időben. És hogy mennyire így van ez, mennyire fontos ez, hadd mondjam és hadd idézzem itt az én számomra az egyik nagyon kedves és nagyon fontos írót, Kodolányi Jánost. Kodolányi annak idején a 20-as, 30-as évek fordulóján bejárta az ormánságot, bejárta Dél-Magyarországot, és kétségbeesve látta, hogy ez egykézés a falvak egy jelentős részében a magyarság pusztulásához vezethet. Felemelte a szavát, nagyon kevesen figyeltek rá, és megírt egy kis pamflettet, aminek az volt a címe, a hazugság öl. Ma én azt gondolom, amikor az alkotmányról tárgyalunk, az igazat és csak is az igazat szabad mondani, és az igazat és csak is az igazat szabad az alkotmányba belefoglalni. Ha ettől eltérünk, akkor nem valamit szolgálunk, hanem valami ellen teszünk. Mit is mondott tulajdonképpen Kodolányi? Új földbirtok politikát követelt, mert azt mondta, hogy új földbirtok politika nélkül a magyar falu nem tartható meg. Szó szerint a következőt. Ennek az új földbirtok politikának egyesítenie kell magában nem csupán az egyének vagy osztályok rideg érdekeit, hanem nagy nemzeti és faji érdekeket is. Magyarország a földkérdés megoldásával áll vagy pusztul. Én azt gondolom, hogy ez a tétel ma is igaz. Világosan kell látni, hogy Magyarországnak ma nincs más kitörési lehetősége a vidék döntő részén, mint egy olyan új földbirtok politika, amely az élet lehetőségét megteremti ezekben a falvakban. Ehhez azonban túl kell tudnunk lépni bizonyos dogmákon. De hiszen azt mondtuk, hogy a dogmákon túl akarunk lépni, akkor túl kell tudni rajta lépni. Mit mondott Szabó Dezső a termőföldről, a magyar földről? A sajátságosan egyetlen valóság. A föld az állam területe, örök jogon a közösségé, a nemzeté, az államé. Minden földmagán tulajdon csak bizonyos feltételek mellett kapott, örök béletnek tekinthető. Az államnak joga és kötelessége földjét, a nemzeti munka egyetemes tömegeinek életérdekei, tehát az egyetlen nemzeti érdek szerint megosztani. Hogy ezek kemény szavak? Igen, ezek kemény szavak. De vajon megoldottuk-e mindazokat a problémákat, ami miatt ezt Szabó Dezsőnek le kellett írnia? Én azt gondolom, hogy nem. Ezen az úton most elindultunk, ezen bátran kell tovább haladni, ha azt akarjuk, hogy azon az úton, ahol elindultunk, siker is kövessen bennünket. A cél, az irány, az már nagyjából látható. A hozzávezető eszközök, azok még kevéssé. Ezeket az eszközöket meg kell tudni teremteni. Tisztelt ház, a magyar falvakon élő emberek döntő részének ma nincs más igazi lehetősége a közösség életre, két hely van. Az egyik a templom, a másik az önkormányzat. És ezért nem lehet szólni, nem lehet úgy felszólalni, hogy e kettőről ne essék szó. A templom ma a kisfalvakban szinte kivétel nélkül, pap nélkül van. A pap nélküli templom pedig ugye épület. Épület, amelyet időnként talán látogatnak, de amely a tisztségét nem tudja betölteni, hiszen ahhoz valaki kell, aki a lelket összefogja, aki képes arra, hogy ott abban a faluban lelki közösséget is teremtsen. De még létezik az önkormányzat. Az önkormányzatiságról ez az előterjesztés igen keveset szól, egészen pontosan átemelte a jelenlegi alkotmányból azokat a szabályozókat, amelyek meggyőződésem szerint is alapjába véve jó szabályozók. Valamit azonban világosan mindannyiunknak látni kell. Az önkormányzatiság területén is, ha változik az ország, minden bizonnyal változások várhatók. Hogy milyenek lesznek ezek a változások, azt még nyilván ki kell izzadni. De az is kétségtelen, hogy valami olyasmit kell kiizzadni, amely a helyben élő emberek alapvető közösségi érdekeit jól és pontosan tudja szolgálni. Ha ezt a közösségi lehetőséget elveszítik a helyiek, vagy ez akár csak meggyengül, akkor ezek a közösségek darabokra hullanak.
Ma ugyanis a jó önkormányzat ezeken a kis településeken egyben társadalmi célokat is szolgál, valódi társadalmi célokat, az emberi közösségek megteremtését. Ezért én azt gondolom, hogy a kis településeken, ha változó formában is netán, de az önkormányzatiság fenntartása nagyon fontos tétel. Lépjünk talán még egyel tovább, hogy világosan lássunk. Az én szilárd meggyőződésem szerint a helyi önkormányzatok azok, amelyek ennek az országnak nem tehertételt, nem pluszköltséget, hanem kifejezetten hasznot jelentenek. Az utóbbi napok egyik híre és fontos híre, azt gondolom mindannyiunkat kellemetlenül érintett, bár meg nem lepett, az a körülmény, hogy az önkormányzatoknál jóval magasabb az a hiány, amivel számolni lehetett. De ez a hír önmagában így nagyon kevés, azt is meg kell tudni mondani, hogy hol keletkezett az a hiány ilyen mértékben. Nem az 500 lelkes településeken, és nem még az 1000 lelkes településen se, ahol néhány 10 millió forintos a költségvetés, az nyilvánvaló. Következésképpen, ha jól akarunk lépni, akkor nem ezeket a településeket kell olyan helyzetbe hozni, hogy a jövőjük kétséges legyen, hanem mindenhol máshol kell olyan szabályozókat, és akár alkotmányosan vagy sarkalatos törvényekben foglalt szabályozókat alkalmazni, amelyek garantálják azt, hogy a következőkben az önkormányzatok valóban a helyiekért, de valóban a nemzetért is szolgáljanak. Igen, tisztelt ház, azt világosan kell látni, hogy ma Magyarországon a 0 és 500 fő közötti települések száma 1033. Az 500 és 999 fő közötti települések száma 688. És most csak a legkisebbeket mondtam, a 100 fő alattiakat a statisztika nem is különösebben foglalkozik vele, nem tartja nyilván. Én azt mondom, hogy minden település lélekszámtól függetlenül egy olyan közösség és olyan egység, amely az egész nemzetnek az alapsejtje. Olyan alapsejt, amelyről nem mondhatunk le. Ezek a sejtek a következőkben ennek az országnak a tartó kövei, a tartó erei lehetnek. És van még valami, ezt nem állhatom meg, hogy el ne mondanám. Tisztelt ház, azt világosan kell szintén látni, hogy mi sokat beszélünk arról, és nagyon helyesen, hogy a természet és a környezet védelmének is benne kell legyen a magyar alkotmányban, meg kell jelenjen. Helyes. De egyet azért lássunk, egyértelműen, egyetlen környezet és természetvédő, akármiféle sárga vagy akármilyen színes ruhát öltsön magára, nem fog tudni annyit tenni, mint amennyit a kis településen élő azok az emberek, akik nem csak természet közelbe élnek, hanem a természetet ők maguk együtt élik meg, és azt a természetet megtartják, alakítják, és pedig len oly módon, hogy ott az értékek megmaradjanak. Ugye világos az én meggyőződésem szerint, hogy az elkövetkezendő időben szólni kell erről is. Hiszen a nagyvárosok hangja, drága barátaim, sokkal messzebbre hallatszik. Ez nyilvánvaló. A kis településen élők hangja alig-alig jut el ide az országos szintre. Nehezen vagy alig-alig. Hiszen azt világosan kell látni, hogy persze a nagyobb értéket, a nagy értéket, azt valahol a nagyobb településeken termelik meg. Az ott jön létre. Gazdaságilag ezek talán fontosabbak is, nem vitás. De megtartó erőben, fontosságban egy nemzet nem mondhat le az alapsejtjeiről. Én azt gondolom, ennek az alkotmánynak ezt mindenképpen garantálnia kell. Az elkövetkezendő időben erre hatalmas hangsúlyt kell majd fektetnünk. Senki ne gondolja, hogy lemondhatunk itt az elkövetkezendő időben nem 4 millió 100 ezer emberről, hanem csak a kisebb településeken élő, mint egy 1,5-2 millió emberről, mert azok ugyanolyan magyar testvéreink, mint akik a nagyvárosokban sokkal jobb körülmények között boldogabban élnek. Ezért én azt gondolom, hogy amikor az új alkotmányt majd elfogadjuk, annak olyannak kell lennie, hogy a falvak népe is föllélegezhessen, és azt mondhatja, hogy igen, ez az alkotmány az enyém, ez az alkotmány engem is támogat, engem is segít. És azért még egy gondolat ehhez. Ezért, hogy ez létezzen,
hogy ez létrejöjjön, hogy ez az érzés valóban kialakulhasson az ott élő emberekben, valami olyat kell tennünk az elkövetkezendőben, ami nem lesz könnyű. A falvaknak meg kell tudni adni az ott élés többi feltételét is, az erkölcsiekről már beszéltem. És ehhez bizony föld kell. Ehhez föld kell, olyan föld kell, amelyel az ott lévő önkormányzat rendelkezni tud, amelyen az ott lévő önkormányzat az ott élőknek munkát tud adni, amely az ott élőknek az önkormányzat egy jövőt tud